Az EU kész az orosz gázszállítás leállítására és aktívan dolgozik a tüzelőanyagtárolók feltöltésén a fűtési szezon kezdete előtt. Jelentette ki Paolo Gentiloni, az Európai Unió gazdasági biztosa, számolt be az Ukrimform. Jól felkészültünk arra, hogy szembeszálljunk Oroszország szélsőséges gázzsarolásával szemben. Nem félünk Putyin döntéseitől. Természetesen arra kérjük az oroszokat, hogy tartsák be a szerződéseket, de ha nem, akkor készek vagyunk reagálni. Állni, mondta a tisztviselő. Gentiloni elmondása szerint az Európai Unió jelenleg megközelítőleg 80%-os gáztartalékkal rendelkezik az ellátás akadozása miatt, bár a helyzet országonként eltérő. A földgázára Európában a maximumra emelkedhet amiatt, hogy Oroszország ígérete ellenére szombaton nem indította újra a gázszállítást az északi áramlat gázvezetéken.